Folytatódott az emlékpontban az 56-os forradalom és szabadságharcra való megemlékezés. Professzor dr. Jobbágyi Gábor jogász tegnap délután a témával kapcsolatos kutatásait és az ezekre épülő, most megjelent könyvét tárta az érdeklődők elé. Jobbágyi Gábor polgárjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karának tanára hobbiként 25 éve foglalkozik az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel. Kutatásai számos részletét korábban már publikált a folyóiratokban, de a témában most jelent meg összegző kötete, amelynek 1956 és a megtorlás fekete könyve címet adta. Véleményem szerint az 56-os forradalom kirobbantása egy szovjet és magyar sztalinista provokáció volt, de hozzáteszem azt, hogy egy nagyon rosszul sikerült provokáció volt, mert egy győztes forradalmunk volt, és akik kirobbantották, azok nem így gondolták. Jobbágyi Gábornak személyes érintettsége is van a témában, hiszen majdnem az életével fizetett 9 évesen, amikor a lakásukba csapódott egy szovjet akna. Ő túlélte a tragédiát, ám a nagymamája már nem volt ilyen szerencsés. Ahogyan sokan mások sem, legalábbis erről számolnak be a történészek hivatalos álláspontjának ellentmondó adatok. Én legvalószínűbbnek egy 20 ezer körüli számot tartok, ebbe beleértődik a megtorlás is, természetesen. Hát csak megjegyzem, ugye, hogy Mindszenty József most megjelent 56-os könyvében 40 ezer halottról ír, Illyés Gyula most megjelent naplójában január végéig 70 ezer halottról ír, egy német szakkönyv 20 ezer magyar, 5 ezer német halottról ír. Na most ennek ellenére folyamatosan ezt sugallják a közvéleménynek, hogy 2500 halott és 225 kivégzés, sokkal több. Azzal azonban a történészek is egyetértenek, hogy az 56-os forradalmat sokkal súlyosabb és hosszabb ideig tartó megtorlás követte, mint például az 1848-49-es eseményeket, pedig akkor az ország még jóval nagyobb volt, és a harci cselekmények is tovább tartottak.